Újabb és újabb városokra terjednek át az utcai megmozdulások Hollandiában. Papíron a koronavírus megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt tüntetnek, de a gyakorlatban autókat gyújtogatnak, kirakatokat törnek be, és a rendőröknek is neki mennek a tizenéves fiatalok. Sokat érhet Hollandiában azoknak a bevándorló hátterű fiataloknak a szavazata, akik már megkapták az állampolgárságot. Kiszelli Zoltán politológus szerint ez lett az egyik oka annak, hogy a rendőrök nem léptek fel megfelelően az elmúlt hetek zavargásaiban résztvevő, főként marokkói származású fiatalokkal szemben. Most mutatunk egy összeállítást, utána Fábián Barna és vendége folytatja a stúdióban az elemzést. Letartóztatta a rendőrség az elmúlt hetek hollandiai zavargásainak egyik főszervezőjét, erről számolt be szombaton a Telegraph. A napilap úgy tudja, hogy a fiatal közösségi oldalakon buzdított erőszakos támadásokra otthonában mobiltelefonokat foglaltak le. A holland igazságügyi miniszter megerősítette, hogy az erőszak hullámmal összefüggésben több embert is őrizetbe vettek. Ferdinand Grapperhaus azt mondta, a zavargások nem tolerálhatók, szerinte ugyanakkor a fiatalok csak a járványügyi intézkedések miatt lázadtak fel. Arról viszont a politikus és a sajtó sem számolt be, hogy a randalírozók zömében migránsok. Az utcai harcok másfél hete tartanak Hollandiában. Hágában kezdődtek, majd villámgyorsan tovább terjedtek más nagyvárosokba is. A bevándorlók csoportokba verődve gyújtogatnak és törnek, zúznak, a rendőrök pedig képtelenek megfékezni őket. Több olyan felvétel is készült, amelyen az látszik, hogy az egyenruhások elmenekülnek a helyszínről. A holland rendőrszakszervezet elnöke azt állítja, hogy főként marokkói fiatalok a vandálok, de felsőbb utasításra nem emelhetik ki őket. Mark Rutte bevándorláspárti miniszterelnök korábban őrülteknek nevezte a zavargások résztvevőit, de azt is hozzátette, hogy nem keres magyarázatot a tetteikre. Ezek az emberek már állampolgárok, akik az ottani társadalom részei, és nem tudnak velük mit kezdeni. A migránsok miatt Hollandiában és más nyugat-európai országokban is egyre feszültebb a helyzet. Látszik, hogy integrációjuk megbukott, nem akarnak dolgozni, és semmibe veszik a törvényeket. Erről beszélt Kiszeli Zoltán az M1-en. A politológus úgy fogalmazott, most bosszulja meg magát az, hogy a bevándorlók állampolgárságot kaptak, de fellépni nem fognak ellenük, mert szavazatuk sokat ér. A jövő márciusi holland választási eredmény ezen is múlhat, a bevándorlás pártiaknak ugyanis szükségük van a migránsok támogatására ahhoz, hogy kormányon maradjanak. A migránsok már olyan számban vannak jelen, és állampolgárként szavazati joggal rendelkeznek, hogy akár ők lehetnek a mérleg nyelve. Tehát ezekben a nagyvárosokban, Hollandiában is jellemzően baloldali vagy zöld polgármesterek vannak, akik, hogyha elítélnék ezt a párhuzamos társadalmat, a migráns főként fiatalok, munkanélküli vagy bűnöző fiatalok általi erőszakot, akkor elveszítenék ennek a szavazói csoportnak a jó akaratát. Bakondi György az M1-en azt mondta, nagy arányú a bevándorlók száma az összlakossághoz képest Hollandiában, és ők szítják a zavargásokat. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság belügyi biztosa nemrégiben kijelentette, senkit sem szabad kitoloncolni az Európába érkezettek közül. Ha senkit nem szabad kitoloncolni, akkor mi történik? Tehát akkor tulajdonképpen mindenkit beengedünk, és utána itt saját életüket élik, nagyon gyakran abból a segélyből élve, amit a többségi társadalom biztosít számukra, majd pedig rátámadnak a többségi társadalomra és az állam képviselőire. Hollandia népessége évről évre több tízezerrel nőtt, az érkezők jelentős része Európán kívülről jött, és a bűnügyi statisztika is egyre lesújtóbb, 2019-ben 27%-kal nőtt a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények száma Hollandiában. Gert Wilders, a bevándorlás ellenes szabadságpárt vezetője a zavargásokról közzétett videó mellé azt írta, ha 2021-ben a szabadságpárt lesz a legerősebb Hollandiában, akkor az összes bűnözőt kizavarja az országból a családjával együtt. A stúdióban folytatjuk a beszélgetést, pontosabban elemezzük a hallottakat. Földi Lászlóval, az információs hivatal volt műveleti igazgatójával. Jó reggelt kíván! Jó reggelt! Azt mondja itt a tudósításban a háttér eseményeket elemezvén, hogy a karantén unalommal magyarázható. Életszerű, az ott ül 2,5 hónapig otthon a karanténba, unatkozik, nem megy el dolgozni, unatkozik. Aztán, amikor mi eleget ültem ma itthon, magához veszi a legszükségesebbeket, bérlet, meg egy fél tégla, és kimegy tüntetni. Ez életszerű? Már a magyarázat.
Hát egyrészt nem életszerű, másrészt, hogyha megengedi, mielőtt konkrétan erről beszélnénk, azért csináljunk egy rovancsot az elmúlt hónapok eseményeiből. Ugye Egyesült Államok, egy rendőri intézkedésen meghal egy ember, kitörnek a zavargások, Chicagóban ma is lövik egymást az emberek. Ugye Beirutban fölrobban egy raktár, kormányellenes tüntetések történnek folyamatosan. Minskben nem győz az ellenzék, az emberek az utcán harcolnak az igazukért. Ugye Svédország, Franciaország gyakorlatilag évek óta az utcáról üldözik a rendőröket, akik intézkedni szeretnének, és ezt nem tudják megtenni, teljes az zűrzavar. És akkor elérkezünk Hollandiába, csak egy apró kitérő, szóval amikor például Magyarországon, hogy a szerintem megfelelő kormányhivatalokra nem illő zászlókat levesz valaki, és ennek apropóján a magyar zászlót dobáljuk a Dunába, az is azért egyfajta jelzés arra, hogy itt egyfajta káosz kezd kialakulni a világ civilizált részén, amelyik meggyőződésem szerint nem magától alakul ki, tehát biztos, hogy van egy forgatókönyv, amelyik nyilván nem konkrétan fogalmaz, hogy mit kell tenni, de ahol bármi eseményre rá lehet épülni, ott egyszer csak az utcán megjelennek az emberek. Ez az egyik tanulság szerintem. A másik tanulság itt a bűnözők problémája. Ugye a rend megőrzése az egy alaptétel a társadalom működése szempontjából. Erre vannak a rendőrök. Ugye amikor a bűnözők világa az elmúlt időszakokban, elmúlt években, évtizedekben, évszázadokban, ugye törekedett a törvények fölött élni, de tiszteletben tartotta azt, hogyha a rendőrök megjelentek, akkor az intézkedésnek alávetette magát. Ezért ő konspiráltan bűnözött, a szónak abban az értelmében, hogy nem ment ki az utcára megmutatni saját magát, hogy most bűnözni fogok, hanem tette a dolgát. Ha elkapták, elkapták, de igyekezett megúszni ezt. Mit látunk most? Gyakorlatilag kimennek a bűnözők, és abból a szempontból, hogy egyébként kinek mi a motivációja, mi a háttere, mondjuk a frusztráció, hogy az előbb említette, vagy egyébként valaki irányítja a háttérből, ez mindegy is, de azzal a rendőrök nincsenek fölkészülve, hogy gyakorlatilag őket nyíltan támadhatják. A politika persze nem védi meg, nagyon sok helyütt, ez egy dolog, a kiképzésükben sincs előírva az, hogy tulajdonképpen ilyen helyzetben mit kell tenni. Nem vezethet el ez odáig, ne vezessen, de a lehetősége nincs benne a rendszerben, hogyha már a rendőrt nem tiszteli, megdobálja, lefújja, csúszós anyaggal permetezi a csizmáját, hogy hanyat tessen, akkor nem fogja tisztelni az adóhivatalt, a köztisztviselőket sem, csak az államot sem. Tehát az állam rezon, mint ilyen, az állam egészen veszélybe kerülhet? Hát az állam egészen veszélybe került Nyugat-Európában, így fogalmazzak, hiszen a hírekből nagyon sokszor nem jön elő az, hogy itt egy folyamatos zavarkeltés, és egy folyamatos ellenállás van. Ugye azok a mondatok nagyon helyesek, itt a szakértők által elmondottak, hogy olyan tömegek érkeztek Európába, főleg 2015-öt követően, akik egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy az adott befogadó társadalomnak mik a törvényei, ugye saját törvényeik is vannak a muszlim világnak, ugye a sariának hívják, másrészt nem érdekli őket, hogy tulajdonképpen nekik integrálódni kellene. Ezt nem teszik meg. Egyébként gyakorlatilag 70 év alatt nem történik nyugat-európai integráció azok részéről, akik bevándoroltak, vagy legalábbis nagyon minimális ennek a következménye. Ebből pedig az jön létre, hogy kialakultak a no-go zónák. És ugye nagyon sokáig a befogadó társadalom is rosszul kezelte a no-go zónák problémáját. Azt mondta, hogy hát igen, van egy ilyen gondom, de ők ott maguk között el vannak, amíg minket békén hagynak, addig valahogy elérdekünk egymás mellett. Csak hogy az teljesen törvényszerű volt, hogy a no-go zónák előbb-utóbb nekiindulnak, hogy úgy mondjam, áttörik az akadályokat és a kerítéseket, és elindulnak a többségi társadalom elfoglalására. És mivel ugye a bevándorlók népességére jellemző módon a népszaporulat, ilyen csúnyán fogalmazzak, lényegesen magasabb, ugye gyakorlatilag a 6% körül van, ugye az európai 1,6-hoz képest, ez bizony előrevetíti azt, hogy néhány évtized, és Európa egészen másképp fog kinézni, hogy mondjam, társadalmi berendezkedés tekintve. Az, hogy egyik városról terjed a rongálási hullám, a dühött felvonulás, török zúzok, például Hollandiában, de más országokban, Németországban is láttuk, Belgiumban. Ez azt jelenti, hogy a no-go zónák láncolata összekapcsolódott, és egymásnak üzengetnek, hogy na most kell kimenni az utcára?
Hát nézzem, ma az internet világában tulajdonképpen másodpercek alatt lehet mozgósítani olyan tömegeket, amelyeket a múltban, ennek hiányában ugye nem lehetett nyilvánvalóan. Ez az egyik ok. Tehát a gyorsaság az információ sebességének a teljesen határtalan módja. A másik szerintem szervezettség van a háttérben. Tehát az a lényeg, hogy egy olyan káosz alakuljon ki. Egyenlőre a civilizált világra gondolok, hiszen meggyőződésem, hogy a muszlim világban, vagy a távol-keleten ez nem tud megtörténni, vagy nagyon sokára fog tudni megtörténni, hogy egészen mások a szokások, a társadalom berendezkedése, és a védelmi rendszerek is másképp működnek. De Európában, Észak-Amerikában sajnos azt látjuk, hogy a föllazult társadalmaknak a következményeként ki tud alakulni egy globális káosz. És hogyha egy globális káosz jön létre, akkor mindazok, akik egyébként abban sopánkodnak, hogy például egy Európai Egyesült Államokat hozzanak létre, tehát a nemzetek nélküli államok létezését, ők fognak nyerni, hiszen mi, a többségi társadalom normális réteg, azt fogjuk mondani előbb-utóbb, hogy legyen vége a káosznak. És hogyha a nemzeti kormányok nem képesek megtenni, és erre játszanak egyébként, akik ezt gerjesztik, akkor majd követelni fogunk egy másik megoldást. Tehát van ennek egy ilyen logikája. De a másik, nem tudok mást mondani, mint az, hogy tulajdonképpen itt az emberek irányítottsága teljesen egyértelmű, és hogy egyik városra a másikra eljutnak az információk, azt még azt kell hangsúlyoznom, hogy gyakorlatilag ma szinte ennek semmiféle korlátja nincs. Beszélgetésünk elején említett, hogy valamiféle forgatókönyv alapján történik itt minden. Ki írja, kik írják, kik írhatják? Hát ugye rengeteg spekuláció van, de én csak ebből annyit mondanék határozottan, hogy igenis vannak olyan gazdasági érdekkörök, amelyek azt gondolják, hogy teljes egészében át kell alakítani a világ jelenleg működő társadalmi rendszereit. És ebben a legfőbb akadályok a nemzetállamok formái. És a nemzetállamokban saját kormányok vannak, ott a választásokban bárki kormányra kerülhet a nép akaratából adódóan. És ha mondjuk olyan kormány van, mint Magyarországon, amelyik nem akar a migrációban azonosulni, amelyik nem fogadja el az Európai Egyesült Államok logikáját, amelyik meg akar maradni identitásában, azok bizony úton vannak. És ezeket el kell takarítani az útba, hogy így fogalmazzak. Földi László, köszönöm szépen!